A közterület név és település résznév megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet megalkotására került sor Sárospatakon. Ezt az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta. Hajdú Imre elnök elmondta, ilyen rendelete nem volt eddig a városnak, így a rendszerváltás után 30 éven ezt a kérdést is rendezik. Hozzátette, bizottságuk úgy véli, ne kizárólag a képviselőtestület döntsön egy utca vagy közterület nevéről, így új javaslattal éltek. Azt a módosító javaslatot fogadta el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, hogy ebben az esetben, amikor beérkezik egy-egy javaslat egy közterület elnevezésére, nem csak az érintettek, hanem Sárospatak legszélesebb nyilvánossága előtt ad lehetőséget arra a polgároknak, hogy ezt véleményezzék. És akkor ezeknek a véleményeknek a beérkezésének a tudatában fog dönteni a képviselőtestület. Régi terhétől, gondjától válhat meg az önkormányzat, mondta a bizottság elnöke. Hajdú Imre közölte, még a János Dell Gábor polgármesterségének idejében biztosítékként kapott az önkormányzat egy ingatlant Göd településen. Az egyébként lakott épület eladásán régóta dolgoznak, ugyanis csak terhet róta az önkormányzatra ez az ingatlan. Illetve benne éltek emberek, hát azért nem tudtuk gyakorlatilag, mert lakott ingatlant nem lehet értékesíteni, hát hogyan. A jó karbantartás, állandó felügyelet, tehát ez problémát okozott, úgyhogy azon túl, hogy ez a probléma lekerül az önkormányzat nyakáról, még bevételt is fog jelenteni, úgyhogy nagyon várjuk már. A Gödi ingatlan eladásához most az államkincstár jóváhagyását is várják. A vevővel 18 millió forintos vételárban állapodott meg az önkormányzat.